Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és örömmel jelenthetem nektek, hogy végre kiszivárogtak az új operátorok videói. Így ezekből a kis félperces videókból részletes, vagy ha nem is nagyon részletes, de azért bővebb információt tudhatunk meg a soron következő frissítéssel kapcsolatban, és ugye a karakterekkel kapcsolatban. Ezúttal nem a tájföldi Ubisoft a hibás idézőjelben, hanem a kínai Ubisoft csatorna. Egyébként ezt nyilván ilyenkor direkt líkelik, tehát azért, hogy még nagyobb legyen a hype, mert mindenki, úristen, ezt idő előtt láthatom, és akkor már csak azért is megnézi, még akkor is, hogyha nem érdekli, csak azért, hogy ő hamarabb lássa, mint mások a hivatalos reveal majd vasárnap. Tehát ezek nem véletlenek egyébként. De annak vannak előadva. Minden esetre lássuk, az első operátornak a videóját, aki egy marokkói férfi, és ő a védő. Come, break your back against the mountain. volt tehát Kaid, a védő, aki annyit mond a videójában, hogy gyere és törd össze a hátadat a hegyel szemben. Ezt nem feltétlenül értem, ez inkább egy ilyen átvitt értelmű dolog, amit nem feltétlenül kell tudnom megfejteni, de akkor lássuk, hogy van-e valami, amit úgy ki tudunk szedni ebből a trailerből, hiszen azért mindig olyan információkra is rászoktunk jönni az ilyen rövid videókból, amit feltétlen első ránézésre nem találunk meg. Az első, ami feltűnik, hogy egy hegyre dobja ezt az eszközt, ami nyilván az ő speciális egyedi eszköze lesz, Gyakorlatilag úgy, mint egy elamányt, én úgy gondolom, hogy ez egy, ez nagyjából a mechanikája úgy működhet, mint az elamánynak. Felragad erre a reinforcolt re de aztán, ahogy megy tovább a videó, nem csak az, hogy felragad, hanem hirtelen be is áramozza, tehát látszik, hogy elektromos áram folyik a hetsen, és aztán hirtelen megfordul a kép, és látszik, hogy a karakter az áldogál, ebből az következik, hogy feje lefelé láttuk az előző dolgot, szóval alulról tudja a hecseket gyakorlatilag beáramozni. Tulajdonképpen egy bendit a hecsekre gyakorlatilag ez a karakter. Lehet, hogy másra is jó lesz, szerintem könnyen lehet, hogy a falakra is rá lehet dobni, és a shieldekre, stb. Csak mondjuk a bandit az ugye de erősebb, több van, lehet, hogy neki egy ilyenje lesz, vagy max kettő, tehát hogyha egy falat akarsz gemmelni, uh, vagy kontesztelni, akkor mindenképpen még banditet miutat jobban kifizetődő, de headcheckre pedig majd tudod őt hozni, nagyon érdekes, nem vagyok nagy fegyverszakértő, se semmi, annyit látni, hogy dobál még egy ilyen gadgetet, szóval legalább kettő lesz neki, ebből az derül, és én egyébként pont kettőt adnék neki, hogyha én játékfejlesztő lennék. A fegyverét láttuk egy minimális időre, de ez pláne 360p-ben nem elég arra, lehetne tőlem, hogy megmondjam, milyen fegyver, de igazából úgyis sok vasárnapig kell várni, szóval ez annyira nem nagy tragédia. Egyébként az új pályán áldogál, ahova beszűrődik a nap, és végül uh, látjuk, hogy az ő neve még egyszer Kaid, és ő a védő, hát nyilván ez elég egyértelmű, ő a védő, és természetesen a teljes leleplezés vasárnap a Rioi Pro League döntő uh, napján, ugye ez még pont a döntő, a nagy döntő meccs előtt lesz, amit élőben láthatok majd a Twitch.tv per Rainbow Six Hun magyar kommentárral. És akkor nézzük a másik operátort, aki a nomád nevet viseli, és ő a támadó. On the highest peaks, I found the wind. Now, I let it clear my path. Hát srácok, nem kell mondanom, hogy mennyire magával ragadott ez a videó, és hogy mennyire baszó. Azt szerintem ti is látjátok, és még jó párszor meg fogom nézni. Tegyük most ezt együtt. A fény felől közeledik felénk ez a hölgy, aki leginkább kettő armonos és kettő speedesnek tűnik a felszerelés alapján, és nagyon hasonló színösszeállítással jelenik meg, mint Valköri, Úgyhogy ha fegyvere és gadgetre nem is, de kinézetre talán valkörre fog hasonlítani egy kicsit. És ami szembetűnő, az az, hogy a fegyver, ami van nála, az elég speciálisnak néz ki, hiszen azon túl, hogy lézer van hozzá téve, ami szerintem egyébként kötelező lézer lesz, mert amúgy nem szoktak nagyon trélerekbe lézer tenni, vagy bármi olyan dolgot, ami nem kötelező a fegyveren. És nincsen neki ilyen legalább egy 30-as tár, tehát nincs ott a tár. Ebből azt következik, hogy ez ilyen, ez ilyen bolt action téma, de nyilván nem lőfegyver, amire abból jövünk rá, hogy tovább nézzük a videót, Ugye belövöldözgeti ezeket a dolgokat, amiket mindjárt megpróbálok kilassítani, hogy mi lehet, amikor közelebb jön. Uh, nem, pont az utolsót kilőttem, amikor elkezdtem lassítgatni, ez vagyok én. Szóval, ott van. Hát ebből nem sok minden látszik. Uh, én, én tényleg nem értek a fegyverekhez, de ami biztos, az az, hogy... Uh, ez meg van töltve valami, tehát valami robbanós cucc. Ugye azt revesgették, hogy S2 lesz ez a támadó, és hogy loadoutilag, meg, meg armor speedben és gadgetben is esre fog hasonlítani, ami teljesen elképzelhető, mert hogyha tényleg tovább nézzük, belőtte ezeket a, nem tudom, golyócskákat, vagy ezeket a kis lövedékeket, és aztán hirtelen plot twist, kirepül mögötte pár test. Na most ezt nyilván nem úgy kell érteni, a trélerek azok nem egy az egyben a valós játék, játékot mutatják meg, tehát például, nem tudom, IQ-val sem azt csinál, hogy áldogálsz egy helyben egy csapdán, ami ráadásul nincs is a játékban, és mellé 50 ezer nézel, ez inkább arra vonatkozik, hogy nagy robbanó ereje van, tehát hogy akár ilyen uh, távolra is el tudja repíteni a védőket. Szerintem ez igazából egy, egy picit komplikáltabb uh, es lesz, de itt közelebb jövünk a fegyveréhez, és itt teljesen úgy néz ki, mint egy assault rifle. Csak, csak nem az amire gondolok, az az, aki játszott mondjuk bf 1 el vagy bármelyik BF-el, az tudhatja, hogy ott van ilyen K-bullet, amit ha beletöltesz a sniperbe, akkor nem sima töltényt fog lőni, hanem ilyen armor piercing, nagyon durva lövedéket, és ez átviszi a falakat is mondjuk. Lehet, hogy ez ilyesmi lesz, lesz egy asszony aztán át tud tárazni mondjuk nem tudom négy olyan lövedéket, ami megtapad a falon, felrobban, kirobbantja a mögötte állót, stb. stb. Úgyhogy nagyon, nagyon királyul néz ki, és nagyon bedesze, hogy így beáll és mögötte repülnek az emberek, és valóban egy s kell számítanunk. Ami viszont nem tiszta, ahogyan számomra, nyilván írjátok le azt hogy a kommentben, hogy a gadgetekről mit gondoltok, a fegyverekről, mert ti valószínűleg többet összetudtok hozni, mint én. Én tényleg csak azért csinálom ezt a videót, hogy hozzátok biztosan eljussanak a legújabb uh, infok. Szóval, az vajon mit akar jelenteni, amit mond? Kaid is, ugye azt mondtam, hogy nem, nem teljesen tiszta, amit mond, mert értem, hogy mit mond angolul, csak hogy ezt mire érti. És amit mond, nomád is, a támadó, hogy felment a legmagasabb hegyre, jó, nem, nem, nem pont így, de a magasságban a friss levegő mutatja neki az, az ösvényt, mutatja neki az utat. Nem tudom, hogy ez pont mit jelenthet. Arra gondolok, hogy valamilyen oxigén robbantós ö, téma, tehát, vagy valami nyomás különbséges ö, golyót lő ki, amitől van ez a nagy robbanás, és mert nem, nem, azt látjuk, hogy olyan igazi, mint egy gránát robbanás, hanem inkább ilyen löket. Tehát, hogy tényleg ellöki magától ezeket az embereket, meg a ö, körülötte a falakat. Úgyhogy lehet, hogy nem ilyen klasszikus robbanó cucc lesz, hanem, hanem tényleg, ami ilyen, inkább ilyen lökés hullám, vagy nem is tudom. Igazából ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Hogyha bármi új info jön ki Nomáddal, vagy akár Kaiddal kapcsolatban, akkor az egyből fent lesz a Gaming is fanon. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A hétvégén találkozunk a play -ten szombaton. 10 uh, órakor kezdődik az FPS színpadon a Rainbow Six döntő a Wild és a Six Sense között, amit Robza és én fogunk kommentálni, és hogy ne hagyjátok ki, ahogyan az aznapi és másnapi Pro League Finals sem, amit pedig a Rainbow Six Hun követhettek, és 18-án este felé pedig a teljes leleplezése lesz az Operation Wind bastionnak másnap pedig valószínűleg majd résztes videó Gaming is fanom belőle. Úgyhogy találkozunk legközelebb, de addig is Gaming is Fun, és sziasztok!